Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Siegfrieda a Gór Nagy Mária színitanodában végzett, és 13 évvel ezelőtt lépett be a Győri Nemzeti Színház társulatába. Láthattuk többet között a Tom Sawyer kalandjaiba, a régi módi történetbe, a Ludas Matyiban, a Két úr szolgájában, a Doktor Zsivágóban, és Ernestine szerepében feltűnt sokak kedvencében, a Csini babában is. Frieda mára drámapedagógusként is elismert, coachként és ifjúsági tanácsadóként is tevékenykedik városunkban. A színésznő vallja, szülővárosának, színházának deszkáin állni és a győri gyermekeket támogatni hatalmas boldogság számára. Siegfriedával beszélgetünk sok oldalúságáról és szakmai szenvedélyéről. Frieda, köszöntelek podcast adásunkban. Nagyon szépen köszönöm, és külön köszönöm a kedves felkonferálást is. Üdvözlök mindenkit szeretettel én is. 13 évvel ezelőtt mutatkoztál be a Győri Nemzeti Színházban. Vissza tudsz emlékezni az első szerepedre? Milyen érzés volt itt a méltón híres győri társulathoz csatlakozni? Már 13 éve volt, így van, de pontosan emlékszem rá. Maga az épület nem volt egyébként idegen számomra, hiszen itt nőttem fel, és győri stúdiósként, gyerekszereplőként a deszkákat is koptathattam már, úgyhogy nagyon sok dolgot ismertem a győri teátrumról, de az, hogy már hivatalosan színésznőként visszajöhetek a társulathoz, az azért nagyon sok kihívást állított elém, mert nem tudtam, hogy a kollégák hogyan fognak például fogadni, vagy én hogyan fogok tudni teljesíteni, már így tényleg színésznőként visszatérve, és a meghallgatása is pontosan emlékszem, ami másfél órás volt, gyakorlatilag egy fél órás meghallgatás volt, mert a maradék egy óra az inkább csak egy ilyen beszélgetés volt az akkori igazgatóval, Nagy Viktorral. Amikor kijöttem a meghallgatásról, akkor láttam, hogy abszolút annyira izgultam, hogy az összes sminkem elfolyt és minden, de hála Istennek kaptam lehetőséget az Egri Csillagok musicalben, és Balogné szerepét alakíthattam, ami gyakorlatilag a női várvédőket buzdító, harcra buzdító feladat volt. Egy duettben kellett bizonyítanom a színpadi rátermettségemet, de sikerült, hiszen azóta itt vagyok. A weboldaladon azt olvasni, a színház játék. A játékhoz sok munka kell, de ha ez a munka a játék örömét adja, nem is érezzük többé munkának. Mit ad számodra a színészet? Igen, ezt úgy értem, hogy a munka azért munka, mert iszonyat sok melót beletesz az ember egy-egy előadásba, egy-egy próba folyamatba, tehát itt azért nagyon sok lelki amplitúdót mozgatunk meg egy-egy előadás alkalmával, viszont akkora örömmel, lendülettel, és azt mondhatom, hogy hálával teszi ezt az embert, hogy nem érzi munkának. Pedagógusként is megállod a helyed. A gyerekek iránti szeretet, vagy a tanítás utáni vágy, ez mindig benned motoszkált? Mit tudsz tenni pedagógusként a győri gyermekekért? Mindig bennem volt, igen, kislánykorom óta. Tinédzserként is egy felelősségteljesebb típus voltam. Több mint 200 gyereket táboroztattunk nyaranta a családi lovardánkban, 6 turnuson keresztül. Én azt gondolom, hogy erre születtem, és hogyha nem születtem volna erre, hogy gyerekek közt legyek, akkor az ott kiderült volna, mert azért egy tábor elég sok kihívást elénk állított, de helytáltunk, és édesanyámtól is örököltem valahol ezt az elhivatottságot. Ő most már hát lassan 45 éve, szerintem 45 éve, tehát nyugdíj után van ő már, hogy pályán van, pedagógus pályán. Én sosem közoktatásban képzeltem el magam egyébként, de mindig gyerekek között. És drámapedagógusként most már elég sok helyen megtalálható vagyok Győrben, több csoportom is van. Úgyhogy nagyon sok minden területen dolgozom a gyerekekkel, és gyakorlatilag a célom az, hogy a tehetségápolás mellett egy kicsit próbáljam a gyerekeket a színház közelség felé vinni, tanítani a színházat nekik, és a színház értést. Ez utóbbiban egyébként a színház is maga partner, mert hogy a
jelenlegi igazgató nagyon-nagyon sok engedélyt ad nekem erre, hogy a gyerekek épületen belül mozoghassanak, előadásokat nézhessenek, egy próbára beülhessenek, utána elemző foglalkozásokat tudjak tartani. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ilyen irányban is kapok egy támogatást a vezetőségtől. És mindazon mellett, hogy ugye a színház értést, a színház nevelést egy kicsit a gyerekeknek tanítom, egy közösségi élmény is egyben ez nekünk. Önálló irodalmi délutánok, gyermektáborok, belvárosi drámafoglalkozások, stúdiós munkák. Mi a legfontosabb üzenete ezeknek a tevékenységeknek? Hát egyrészt a közösség ereje, a kultúra, az összetartozás, a hagyományápolás, értékközvetítés. A táborok és a drámafoglalkozások pedig mindezt még kiegészítik egy felfedező úttal is, ami alatt a gyerekek gyakorlatilag magukhoz és a minket körülvevő világhoz is közelebb kerülnek. Én ehhez a színház és a dráma eszközeit alkalmazom. Gyermek és ifjúsági, szellemi-lelki tanácsadóként egyére szabva használod a drámapedagógiai eszközöket, a coaching speciális kérdéstechnikáit, valamint a hagyományos és alternatív pszichológiát. Igen. Itt gyakorlatilag ezt a háromszöget kell elképzelni. Tehát a színház és a dráma eszközei van lebontva egyénre szabva, illetve a coaching speciális kérdéstechnikájával a különböző elakadásokat maguk a gyerekek válaszolják meg, tehát egy irányított vezetésen vesznek részt, és ezt kiegészítettem nem csak a hagyományos, hanem az alternatív pszichológiával is, mert én azt tapasztaltam, hogy a hagyományos pszichológia az nagyon kevés ahhoz, hogy tényleg legyen ezek a, akár blokkok oldva is a gyerekeknél. 4 éve kezdtem meg, és azt gondolom, hogy itt az igény alakította ki ezt a sajátos módszeregyüttest. Még ma is folyamatosan változik különben, ugyanis nincs recept a gyerekekhez, tehát nincs egy olyan, hogy na, akkor felírjuk, mint egy orvos, hogy akkor ehhez a gyerekhez ez működik, stb., hanem folyamatosan fejlesztem, finomítom, kicsit újra hangolom, tehát egyére leszabva, ami a gyereknek szükséges éppen. És ez egy közös, tehát itt is egy háromszöget kell elképzelni, tehát én is belepakolom magam, a lurku is belepakolja magát, és a szülő is bele kell, hogy pakolja magát. Nincsen olyan ezeknél a fejlesztéseknél, hogy a gyereket elhozza az anyuka, és akkor azt mondja, hogy na, itt van a lurku, akkor meg kéne szerelni, mert én nem tudom megszerelni a gyereket. Tehát ehhez egy közös munka, és egy ilyen edukációs képzést szoktam a szülőknek is adni szülőkonzultációkon keresztül, hogy az ő gyerekükhöz mi a kulcs gyakorlatilag. Mindig egy életvidám színésznő voltál. Mi az, ami éltett téged? Ezt az életet gondolom azért nem cserélnéd el semmire. Ráadásul ott van a kisfiad is, akit mindennél jobban szeretsz. Nem cserélném el, mert hogy az emberek általában a saját döntéseiket élik, azonban egy kicsit most már én is tehermentesítem magamat. Tehát nem minden áron tanítok, nem minden áron vagyok színpadon, és nem minden áron vállalok színházon kívüli fellépéseket sem. Eljutottam oda, hogy nem habzsolni szeretném az életet, hanem tényleg élni. És ehhez meg kellett tanulnom nemet mondani, ami egy nagy feladat volt számomra, és ehhez az is kellett, hogy felmérjem, hogy mik azok a tényleges szükségletek, amiket mi szeretnénk kialakítani, és ami számunkra nagyon fontos a kisfiammal. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, amit én gondolok és csinálok napjainkban, hogy egy picit tényleg azokra a dolgokra fókuszálok, amik fontosak. Beszéljünk egy kicsit a színházról. Milyen szerepekben láthat téged a nagy közönség? Most gyerekdarabokat vállaltam idén, a Tom Sawyer kalandjaiban vagyok, és a Jakabak még nem mutattuk be, de hamarosan bemutatásra kerül a Jakabak is. Mozart Bence ezzel mutatkozik be egyébként a győri közönségnek, mint rendező, és mind a két előadás az ifjúságnak szól, úgyhogy ez nekem külön előny, mert a gyerekeimet, gyakorlatilag a drámás gyerekeimet is el tudom vinni ezekre az előadásokra. Másfelől pedig azért előny, ez direkt így találtuk ki a vezetőséggel, mert nekem volt egy olyan kérésem, hogy a kisfiam első osztályt kezd, és egy picit szeretnék
jobban ott lenni, mint ahogyan egy színésznő megteheti egyébként, mert hogy azért mi nagyon sokat vagyunk esténként távol. És még az óvodában sokszor ki tudtam venni a Zalán fiamat, hogyha jó sok este összegyűlt, és mondjuk mama altatta, de itt most már nem, mert az iskolának is van egy rendje, egy megfelelési hely, egy környezet, ahol nekünk helyt kell állni, és én, mint anyuka, nagyon szeretném, hogy én üljek az első A betűnél a gyerekem mellett, és nekem mondja el esténként azt, hogy van-e barátja, jól érzi-e magát, beilleszkedett-e, tehát ez egy ilyen kis elindító év kell, hogy legyen, úgy érzem. Meddig színész egy színész? Mikor érzi azt, hogy egy kicsit fásul, vagy hogy már nem az igazi? Gondolom, benned ez fel sem merült eddig. Milyen lenne egy élet mondjuk színház nélkül? Nagyon meg fogsz lepődni, de többször felmerült. És nem azért, mert el tudom képzelni az életemet színház nélkül, hanem mert lehet, hogy el fog jönni az idő, hogy el kell képzeljem. Én addig fogom a színházat csinálni, amíg úgy érzem, hogy hozzátesz az életemhez, hogy többet tesz hozzá az életemhez, mint amennyit mondjuk elvesz. Itt nagyon sok dolognak egyensúlyban kell lennie ehhez, hogy azt mondhassam, hogy igen, 13 év után is a helyemen vagyok, és motivált vagyok. Én még mindig várom a folyamatos kihívásokat, és hogyha ezek a kihívások kielégítik azt a vágyat, amiért az ember színésznő szeretett volna lenni, akkor életem végéig is mehet, így van ez a történet. És akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről. Milyen terveid, céljaid vannak a közeljövőben? A jövő relatív, és hát, hogy azt mondjam, én mindig terveztem, világéletemben egy tervező típus voltam, pontról pontra megterveztem az életemet. Most is szoktam gondolkodni a jövőn, de ez a tervezés behatárolt hálója, ezen én már azért túljutottam. Tehát én inkább azt mondom, hogy sokkal rugalmasabban, és bátran kimerem mondani, boldogabban is élem a jelent. Sikfridának köszönjük szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam, mindig jól érzem itt magam a Kisalföldnél. Jövő héten is hallgassák a kisalföld.hu podcast adását, melyet bármikor visszahallgathatnak hírportálunkon. Kisalföld Podcast. Kisalföld. Hírek helyben azonnal.